Sziasztok, Laci egyik és a Mozaik Online-t. Nézzetek, itt vagyunk a Trafikban, ahol az 58. Eurovíziós Dalfesztiválra készül a legjobb 30 előadó, és itt áll mellettem a background, akiknek a daluk címe Neon Zöld. Miért? Mi Neon Zöld? A Neon Zöld az jelen esetben egy életérzést szeretne sugallni, ami szerintem elég könnyen átérezhető mindenkinek, aki meghallgatja a dalt. Ezért javaslom elsősorban, hogy hallgassátok meg a dalt. Ezen kívül pedig szerintem minden üzenet lejön. Tehát, hogy... Bocsánat. Tehát a világot zölden látjátok? Nem. Szerintem abszolút nem így van. Ez egyszerűen valahogy ez a neonzöld beugrott nekünk, ahogy a dalt írta a Gábor, és szerintem illett a dalra. Egyszerűen ennyi. Nagyon, nagyon sokan amúgy szerintem színekre asszociálnak, amikor hallgatnak dalt. Én például, mint a dalnak a dalszerzője, ugyanilyen vagyok. Nekem nagyon neonzöld volt ez a dal. Elárulok egy kulisszatitkot, valami gond van otthon a DVD lejátszómmal, és minden zöld, de csak a zöld szint jeleníti meg. Tehát, hogyha készül videóklip, akkor én már zöldben fogom látni. Az jó, mert maga a videóklip eléggé neonzöld lesz, mert már készül. Valószínűleg február elejére készülni is leszünk vele. Úgyhogy igazából ugyanolyan lesz, mint hogyha jó lenne a DVD lejátszód. Na most simogatta a füleimet, hogy te magad írod a dalt. Ugye a mezőnyben nem sok olyan zenész vagy énekes palánta van, aki dalt tud írni, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez nyilván előny lehet, hiszen hogyha te magad írtad, akkor átérzéssel elő is tudod adni. Hát igen, mi ugye nem egy szóló előadó vagyunk, hanem egy zenekar vagyunk. Ebből kifolyólag a zenekaron belül mindenkinek megvan a posztja. Én például írom a dalokat, mindenki hozzáteszi, amit tud, de ennek ellenére mindenki ugyanakkor a átéléssel elő tudja adni, mert ott vagyunk mindjárt az alkotási folyamatokkor. Most készül a lemezetek, ha jól tudom, az első nagy lemezetek. Azért nyilván ez a dal, ez egy óriási promó lesz, így van? Igen, és hát ahogy eddig láttam, most elkezdtünk a CLS kiadóval dolgozni, és hát úgy látom, hogy ők is eléggé megtesznek mindent, hogy minél jobban forogjon nekünk a korong, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek a CD lejátszójában, ha még van ilyen, akkor ott lesz. Nekem van. És akkor végezetül azért ez a dal című műsor egy nagyon erős ilyen szimpátia szavazás, hiszen ugye a magyar szem mire szavaz, amit már látott, nem féltek? Szerintem már ez is egy számunkra egy hihetetlen dolog, hogy a legjobb 30 közöttben vagyunk, és innentől kezdve, hogy mi történik, az már csak a sors. És nekünk ez már tökéletes, de persze nagyon örülünk neki, hogyha tovább jutunk. És azt még nagyon fontos szerintem megemlíteni, hogy mivel mi még nem vagyunk eddig egy ismert előadó, ezért mi nekünk ez egy nagyon jó tükör lesz ez a műsor, hogy nem azt kapjuk meg a szavazatokból, hogy mennyire vagyunk mi szimpatikus előadók az eddigi évek munkái alapján a közönségnek, hanem hogy tényleg ez a dal, mint egy produkció, ami erre a műsorra lett számva, ez mennyire állja itt meg a helyét. Hát köszönjük szépen, még egy kulisszatitok, hogy a Compact Discot én nem ismertem a dal című műsor előtt, és hát ők mentek Azerbajdzsánba. Köszönöm nektek, sok sikert és kitartást, sziasztok! Sziasztok!